Ez itt az Aerosport. A SZIA az ország egyik legnagyobb nemzetközi szinten is jegyzett repülős rendezvénye, amit hagyományosan minden év szeptemberében rendeznek meg Szegeden. Sajnos a 2024-es repülőnap a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt. Szerencsére az elmúlt években nagyon gazdag programot rögzíthettünk. Az eddig nem látott felvételekből készítettünk egy változatos összeállítást az Aerosport októberi adásába. Tartsanak velünk! A rendezvény több szempontból is különlegesnek számít a magyarországi bemutatók között. A SZIA nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert repülőnap, amely évről évre számos külföldi pilótát és látogatót vonz. Egy szomszédos országból látogatott a Szeged melletti reptérre a román Solymok csapata, amely megalakulása óta számos hazai és nemzetközi légi bemutatón szerepelt Európa szerte. A Solymok csapata a világ egyik legnagyobb extra 300-as formációja. A repülőnap különlegessége minden évben az esti program, amely látványos légi bemutatókat, tűzijátékot és fényfestést is tartalmaz. Pirotechnikát sok csapat alkalmaz a nappali bemutatók során is. Ilyen kötelék volt a Blanix. A csapat 5 tapasztalt vitorlázó repülőpilótából áll. 2 kétüléses gyakorló vitorlázógéppel repülnek, amelyek megbízhatóságukról és kiemelkedő manőverezhetőségükről ismertek. Lengyelországból érkezett az első olyan pilóta a világon, aki pirotechnikával felszerelt motoros műrepülőgéppel mutatott be slalom manővert a levegőben. Marek imádja a szabad stílusú repülést és a lengyel válogatott keret tagja. Jellegzetes hangja és alakja miatt számos repülésrajongó felkapja a fejét, amikor felemelkedik a K26 a bemutatókon. Ugyan napjainkban a megszokott permetező sárga festés nem jellemző, de a mezőgazdasági forduló még mindig nagyon látványos ezzel a típussal. A koaxiális helikopter jellegzetessége, hogy 2 egymással szembeforgó fűrotorja van, így nincs szükség kiegyenlítő farokrotorra. Előnye a könnyebb vezethetőség, a kiemelkedő manőverező képesség, a nagyobb emelőerő, a kis szélérzékenység, a rövidebb hosszméret, a kisebb rotorlapát átmérő, a csendesebb üzemmód és az alacsony vibrációszint. Hátránya a bonyolultabb lapátvezérlés és meghajtás, valamint a nagyobb önsúly. A Kamov egy legendás helikopter, amely sokoldalúságának, megbízhatóságának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően évtizedeken át szolgált különböző területeken szerte a világon.
Négy oldtimer vitorlázógéppel érkezett Szlovákiából a bemutató csapat. A pilóták továbbfejlesztett L-23 Super Blanik típusokat repülnek, amelyek a legendás cseh L-13 Blanik kétüléses vitorlázó repülőgépek továbbfejlesztett változatai. A Super Blanik egy kétüléses, fémépítésű vitorlázó repülőgép, amelyet elsősorban repülőgépvezetői kiképzésre használnak. A repülőgép könnyen kezelhető és stabil repülési tulajdonságokkal rendelkezik, ami ideálissá teszi kezdőpilóták számára is. Merev, csukló nélküli rotorrendszer teszi lehetővé a kiváló manőverező képességet a BO-105-ös típusnál. Ez egy olyan helikopter rotorrendszer, ahol a rotorlapátok mereven vannak rögzítve a rotoragyhoz, így nem tudnak elfordulni a hoztengely körül, ellentétben a teljesen csuklós rotorrendszerrel, ahol a lapátok többségben is el tudnak mozdulni. A merev rotorrendszer ugyan egyszerűbb és stabilabb, de kevésbé agilis és nagyobb igénybevételnek teszi ki a lapátokat. A típus, ahogy a szegedi légtérben is bizonyította, akár műrepülő figurák végrehajtására is képes. A szegedi légtér visszatérő vendége Veres Zoltán magyar pilóta, aki műrepülésben Európa-bajnok, valamint többszörös Guinness rekorder. Sokoldalú repülési tapasztalattal rendelkezik, több mint 120 féle repülőgépet vezetett már. Jelenlegi gépe egy MX-es típusú amerikai gyártmányú gép, amely együléses és kifejezetten verseny- és bemutató repülésre tervezték. Ez a szénszálas technológiával épült repülő rendkívül könnyű, üres súlya mindössze 560 kg.
Sajnos a 2024-es Szegedi Nemzetközi Repülőnap elmaradt, de a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a következő évben ismét egy felejthetetlen hétvégét hozzanak létre. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk novemberben. A műsor támogatója a Flycoop Kft. A műsor médiapartnere az aerosport.hu, ahol adásaink az interneten szárnyalnak tovább.